mai bizottsági ülésen, a mai gazdasági bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a Fidesz kormány a Paks 2 megépítésével, illetve a Budapest-Belgrád vasútvonal felépítésével, ugye ezek gigahitelekkel járnak, eladósítja az országot Oroszország és Kína felé. Gyakorlatilag arról beszélgettünk, hogy vajon kivezeti-e a Fidesz kormányzat az Európai Unióból Magyarországot. Ezen felül még arról is komoly vita kerekedett, hogy a Fidesz, a magyar kormány olyan törvényt, olyan postatörvényt hoz, melynek eredményeképpen a magyar ellenzék gyakorlatilag ellehetetlenül abban az ügyben, hogy a magyar választók felé kommunikálni tudjon újságokkal, szórólapokkal. Azt gondoljuk, hogy ezek az irányok mind egy vonalba vezetnek. A Fidesz fél látszik ez a törvénykezésén, és azt gondoljuk, hogy ennek nagyon komoly következményei lesznek a 2022-es választásokra rájuk nézve. És hát volt szó arról is, hogy az embereknek több pénzt kellene adni. Természetesen a Fidesz megint leszavazta, hogy az embereknek magasabb fizetést lehessen adni. Az ISZOM álláspontja az az, hogy a minimálbért föl kellene emelni 250 ezer forintra havonta nettó, és ettől fölfelé kellene, hogy legyenek az összes többi bérek. Mi ezt az álláspontot képviseljük, ezért fogunk tüntetni május 1-én a Hősök terén egy autós tüntetés keretében. Jó hír még, hogy információkat kaptam arról, hogy a Zebra Minimum, amit mi kezdeményeztünk, úgy tűnik, hogy törvénybe foglaltatik, és az, még az idén megkezdődik a törvényeknek a létrehozása, megszavazása, és nem sokára sokkal normálisabb és jobb közlekedésben lesz részünk a gyalogos átkelőhelyeken.